Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Nagyon sokszor nem volt ezen a szájtógépen stream. Azt hittem, egy Windows 10-es legújabb kiadású, egy vacak, AMD A 4-es 5300K-s processzoron jó fog lenni. Nagyon tévedtem. Így jár az, aki a gyenge munkás elmére hallgat. Jobban munkást ember számként sem venni, főleg az oktatásban. Letéve egy vacak számítógép eléggé sok pénzembe került, összvisz 27 ezer dinárba. Nagy rakat szar az egész. Semmi hasznot sem hozott, streamelni sem lehet rajta, semmit nem lehet jóformán csinálni rajta. Vagyan nem akar hirdetni a videóimat, nem érdekel az, hogy van vagy nincs. Most jön kell beírni. Rom be, hogy LCS 55 FM2. Nagy valószínűséggel féle videók fognak kijönni. Még most sem jött ki. Vagy ennyire nem akarják asztalt, látható legyen. Képtelen vagyok én azt, hogy M. 3. Most nem az. Kijön. Bírom azt, hogy AMD. A 4. 5300. K. Vecs. Mark. És itt van! És látszik, ilyen több benchmarkot csináltam. Mennyire is szar az egész. Nagyon szar. Annyira szar az egész processzor, meg az alapta, minden. Használhatatlan. Itt látszik, hogy milyen rossz. Üdvözlök, köszöntöm mindenkit! Említettel van a Seven Seed-nek is egy... Hogy itt is lehet, ami egy vagy kettő FPS. Tesztje. Nagyon ócska. Nagyon ócska az egész. Hogy egy ilyen vackot meg tudtam venni. Pészt adtam érte. Üdvözlök, köszöntöm mindenkit! Hát nagyon nem. Freedom-ok, Munancsak! Ott van az utóbbi Facebook streamen. Mostan. Kíváncsi vagyok, benchmark. Hogy... Elérhető-e egyáltalán a... Benchmark. Így a Facebook profilom. Alkalmazás. Rá lesz... lesz töltve, majd föl lesz telepítve, és lesz tesztelve ez a... 2013-as. Hát, valójában nem. Számítógép. De is hát, képes. A... Mennyi sokat ráadásul... Fogyaszt! Egy Windows 10 home lett rárakva. Windows 10! Mindenek szokták mondani. Legjobb a legjobb! Legjobban mutálódik, a legtöbbet változik. Az a legjobb. És itt van. A legjobb verzió. Rá lett rakva. 20H2. Ami semmire nem volt jó. Szar sem lett rajta. Még streamelni sem lehetett az OBS-stúdióval rajta. Egy nagy rakat szar volt. A rendszer is. Nagyon odáig vannak, hogy mennyire is jó. Nézzük, mit is annak. Mi az újítások benne. Alig vettem észre, hogy mik az újítások rajta. Ki fog derülni, hogy egy Microsoftos mit írt. Szeptember 8-án adták ki. ...18 hónapig van támogatva. Új start menü. Valami Alt plusz Tab.
Microsoft Edge át lett rakva. Ez volt az újítás. Pont ezeket észrevettem rajta, hogy itt a setting meg mik változtak rajta. Ez az újítás. Autopilot és Office. Hát. Nem is tudom. Nem lett volna leírva. Nem is tudnám, hogy mi lett újítva rajta. És most elérték azt, hogy megnézem, hogy mi is lett leírva. Hogy mostan nagyon kezd gyengeni az elmém. Nem hiába hisztam magamat el, mint a YouTube-ozok. Egyszerűen az elme gyöngül. Nincs meg az agykapacitásom. Izom! Teljes izommal lehet a legnagyobb agykapacitást elérni. Most nem volt meg, de meg lesz legközelebb. Lehet látni tovább, ami van rajta. Ezóta Microsoft, akkor volt ez az AMD. A 4. Csak a csatornám. Pontosan mennyit is fogyasztott. Mik is voltak vele. Felett rakva. Hol mennyi sok. Hibák voltak rajta. Mi most is hibás. Lesznek tesztek, ami nagyon a valóságot fogja tükrözni majd. Itt van. Volt, miért nem volt frame? Van te kifó. És akkor itt van ilyen playlistbe belett rakva. Könnyebb kinézni. Már 10 darab videó lett készítve. Milyen sokat is fogyasztanak. Ja, itt tényleg nem azt csináltam. Hanem az a kis ötel mindenkit. Most fog derülni az, hogy 2000... Azt, hogy mennyi is vagy, mit nem tudom mi. Akkor másikra játszol is tábban van. A sima. AMD-ben van. Ezt írtam be, hogy what? És itt van, hogy mennyi folyasztást is mér. Itt az a kis ötel mindenkit. Most fog derülni az, hogy 2013-as számítógép milyen sokat fogyaszt. Ehhez vezet egy hülye munkásolika. Több részből lesz összerakva videó. Most látszik, hogy üres állapot. Látszik, hogy nincs még bekapcsolva, és most be lesz indítva. És már. Látni lehet, hogy már 49 wattot. És elindítottam egy YouTube-on egy HD videót. Már rögtön már 91, 96 wattot, 86 wattot fogyasztott. Rendesek ezek egyáltalán? Drágul az áram. És azt akarják a kis rohadt munkás logikával, hogy az legyen meg. Használjam ezt a piszinten, ezt a vacak számítógépet? Semmi előnyöm nem volt vele, csak 27 ezer dináromat elvettek tőlem. 27 ezer dinárt! Azon vettem volna magamnak egy szobabiciklit. Nem az olcsóbbik fajtát, hanem a jobbik fajtát. S letett volna rajta tornázni, mint hogy lehet egy vacak számítógépet venni, ami csak a gondok voltak folyton. Megoldom a problémákat. Minden jó megy. Keresek bele másik fajta alaplapot, és ki lesz dobva végleg. Kezdett elegem lenni belőle most már. Hogy azért, mert egy rohadt kis munkás, egyszergályosok arra vezettek rá,
Hogyan? Hogy én nekem az a számítógép kell, és a legújabb rendszerem, és fogadjam el azt a sok wattot fogyaszt, nem lehet rajta streamelni se, semmit se nem lehet rajta csinálni. Lehet rajta online filmeket nézegetni. Livestreameket másikat nézni. És az egyén annyira gyönge, hogy képes a gyenge elme elviselni asztalt, hogy nem a valóságban figyeljen oda, hanem virtuálisan figyeljen oda. Hogy ez már nagyon gyenge elmére megadik. Gyenge elme mindent el tud fogadni. És van, szóval mit szívjel bírtam volna kötni? 27 ezer dinár, átkal 7 ezer dinárba kerül Magyarországon ez a szobabicikli. Nézzük meg, hogy mennyibe kerülten a Sobe bicikli cena. Na így beírom, és akkor bejött volna. Jótal! Nézzük meg egy vívfintben. Mennyibe is került volna? Hát itt eléggé a drágább fajták vannak, 45 ezer, 46 ezer dinárba. De biztos vannak olcsóbb fajták is. Ezek a nagyobb kilókra valók, nézzünk ami olcsóbb. Nem annyira mint az Emagon, mindössze a szobabicikli volt 24 ezer forint, ez nagyon olcsó volt. Ez nagyon olcsó, van! 20 ezer dinári van. Ugyanaz, mint amottan. Ez a Diadora. BB1570. Lily Evo. Hát, és nem. 20 ezer dinárba került volna. És vettem volna magamnak egy ilyen szobabiciklit. Nem hisztem volna el magamat. És itt van csak 110 kilót bír ki. Egy a gond, hogy kevérebb vagyok, mint 110 kiló. Ezt a súlyt elérjem, nekem tennem kell. Ha nem teszek semmit se, nézzük, ez is mennyi kilót bír ki ez a Magyarországon, jó valócsóbb. Szokás szerint 110 kilóra van. Kötve! Meg is lehet kivírni. Nézzük meg, ami komolyabb. Hány kilót bírsz ki? Több mint dupla annyiba kerül, és kibír 150 kilót! 150 kilót képes elviselni a szobabicikli. 150 kilót. Ez már nincs értelme annak, hogy 130 vagy 110 kilót nem tudsz saját önerővel elérni, nincs értelme, hogy biciklizzé. Mert minden bicikli kb. 110 kilóig van, úgy 120-an ráírva, de 110 után tönkre mennek. 105 kilónak kell lenned. Legkövérebb súly is 105. 105 kilóval lehet biciklizni, ósóbi szobabicikli, nem pedig megvenni a drágát és tovább hízzani magadat. Ezt azért mondom, mesélem, mert ez mind-mind a munkás logika. Az elhízás, a Coca-Cola-ivás, a Pepsi-ivás, minden. Mind a munkás, és jó tudni élik a munkást. Maga az ördög irányítja. A munkás a leggyengébb, amit az ördög legjobban befolyásolni. Majd az lesz a következő streamekről szó. Az ördögről, az ördög, meg... Mi is a lényeg ittem? Az ördögről! És itt van. Itt látszik! Hogy mennyire is vacak. Ezt a szégyent azért raktam föl, hogy ezt a szégyent soha nem lesz elfelejtve! Akik ezek a rohadt kis munkások. Ezt rám erőszakolták.
Tudtam, hogy ezt meg kell vennem. Le kell másolnom, hogy aztán lássam, hogy hova is jártam. Milyen logikát is tanítottak meg. Hova is vezetett? Hova vezetett volna? Hát valójában sehol se. Mert a munkás csak a kurvákhoz jár. Külföldre kimennek, rengeteg járnak von saját kurvájuk. És ezt a szégyent, hogy én olyan szarokhoz jártam, akik rám erőszakolták, az IMD A4-5300K-s processzort és az alaplapot, ők hiszik magukról, hogy okosak. De náluk sem volt jobb, ha jól emlékszek. Vissza, hát voltak jobb szállítógépük volt, az is igaz. Ők hiszik magukat okosnak, ennek kell igen a kevéssel, belenyugodnak. És itt van, és ez számomra szégyen. Ez ugyanaz a szégyen, hogy a kisebb koromban. Disney! Egymás után két darab Disney filmet néztem meg. Disney rajzfilmet. És itt van a Disney. Cartoon. Két darab film. Két darab filmet néztem meg, a Walt Disney-t. Kezd most már az idő elmúlani. Lesznek több streamek, lesz Facebookon is, YouTube-on is. És kíváncsi vagyok mostan, hogy rendes minőségben adja át, vagy pedig rosszul, mint múltkor. A Windows 10-nél egyszerűen ehhez vezet, ha munkásikát követed. Ehhez! Egy nagy rakat szar számítógéphez. És a pénzem meg elment, nem vettem egy jó szobabiciklit, amivel bírtam volna tekerni, izmosítani magamat, és lehet, ha lett volna, nem így lett volna nagyon. Semmi sem! Már réges-régóta már lehetem volna már vezető, és nem pedig lenne egy munkás munkások, munkáltatók várója. Így jár az, aki a munkások közé jár. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!